Sziasztok! Megjelentek a sokak által nagyon várt formanyomtatványok a Daisy irodánkban. Nézzük meg, hogy mik az új hírek, hogyan lehet ezeket a formanyomtatványokat kitölteni. Kérlek, most olvasd ezt a figyelemfelhívást, és csak utána folytasd a videó lejátszását. Köszönöm. Nagyon fontos időérzékeny feladat van azoknak, akik ki szeretnének lépni a Daisyből teljesen, illetve azoknak, akiknek meghekelték a trolling fiókját, és már nem férnek hozzá a fiókjukhoz, vagyis hát a pénzükhöz, illetve egy harmadik populáció az, aki elvesztette a privát kulcsát, vagy telefon cserélt, és nem tudta újra elinstalálni a pénztárcáját, vagy bármilyen oknál fogva nem fér egyáltalán hozzá a fiókjához. Nézzük az első csoport. Hogyha a V2-es Daisy Global oldalra megyünk, nekem ezek a formanyomtatványok nem működnek, ezt írja ki, ezért azt javaslom, hogy ugye itt van a hivatalos Daisy Global oldal, erre hogyha rányomunk, és felhozzuk a elméletileg az eredetit, és a User Profile menübe bemegyünk, és akkor nyomjuk meg ezt a Permanent Exit Request formot, akkor felhozza. És nincs más dolga az embernek, csak az, hogy erre a piros gombra rányom. Én egyelőre ezt a gombot nem szeretném megnyomni, aztán majd meglátjuk, hogy a hét során hogyan változnak a dolgok és az események. Aztán a második csoport az, ugye, aki ugyan be tud lépni a fiókjába, mert hozzáfér a trolling fiókjához, viszont a pénzt nem tudja onnét kiutalni, mert valaki meghekelte és mindig leszedi róla a pénzt. Ugye a Compromise Wallet Formra kell rámenni. Ki kell tölteni a teljes nevedet, az új trolling számládat. Nagyon fontos, hogy a legjobb az, egy új számítógépen hozol létre egy új trolling fiókot, de hogyha ez nem lehetséges, akkor én azt javaslom, hogy egy másik böngészőben hozzál létre, tehát ne azt csináld, hogy a meglévő trolling fiókodba bemész és egy új fiókot csinálsz, mert az ugyanúgy fel lesz törve, az ugyanúgy hozzá fog férni a hacker, úgyhogy mindenképpen más böngészőt, én Brave-et javaslom. Hogyha ez megvan, akkor mindenképpen figyeljetek oda, hogy a 12 szavatokat írjátok le, én leszoktam a privát kulcsomat is írni, hogy mindenképpen meglegyen, próbálok gyöngybetűkkel írni. Aztán az e-mail címünket megadjuk, kiválasztjuk, hogy mi az országunk, ahol élünk, és a telefonszámunkat, illetve itt lehet kiválasztani, hogy a Telegram vagy a WhatsApp fiókunknak a nevét megadjuk meg, és a send gombbal beküldjük. A harmadik társasága az, aki ugye valamiért nem tud egyáltalán belépni a Daisy irodájába, mert nem tud belépni a trolling fiókjába. Őnekik valószínűleg március 8-a után megnyílik egy párnapos időablak, amikor valamilyen módon, nem tudom milyen módszerrel fogják ezt tudni megoldani, be fognak tudni az emberek lépni a fiókjukba, és el fogják tudni küldeni ezt a formanyomtatványt, vagy ehhez hasonló formanyomtatványt, hogy ők szeretnék más fiókra átvinni a Daisy fiókjukat. Ez alapjában véve egy szerintem egy nagyszerű dolog, hogy megpróbálnak segíteni. Az egyik oka, hogy csak most kezdenek ezzel foglalkozni, az, hogy addig, amíg a Daisy-be a kibefizetések folyamatosan mentek, ott egy működő, állandóan tranzakciós környezetben ez elég nehezen kivitelezhető lett volna. Viszont, hogy a kis ördögre hallgatok, akkor az Ivisa és a Norbi csinált egy videót, és az Ivisa ott mondta, felhívva a figyelmet, hogy a 12 szavunkat ne adjuk oda senki, hogy hát egy nagy fiókot is meghekkeltek, és hogyha egy kicsit gonosz akarok lenni, akkor azt mondom, hogy eddig úgy nagyjából nem igazán foglalkoztak azokkal az emberekkel, akik így jártak, és így a videókat, amiket nézek, látom, hogy rengeteg embernek van ilyen probléma, és engem is rengetegen megkerestek ezzel, és nem tudtam sajnos segíteni, hogy addig, amíg egy nagy fiókot nem törnek fel, addig ezzel nem foglalkozott senki. Jó, de foglalkozunk azzal, hogy igen, most itt rengeteg ember visszakaphatja a fiókját. Aztán térjünk rá a végleg kikéréses dologra. Ugye itt a dubai eseményen volt az utolsó dátum, amikor azt mondjuk, hogy crowdfunding vagyunk, vagy közösségi finanszírozás vagyunk a Daisyvel kapcsolatban, és ezután nem lehet befizetéseket eszközölni, és hát hallottuk azt, hogy egy nagyon erős bizonyítéka lesz annak, hogy a Daisy nem egy scam, hogy a kifizetések ugyanúgy mennek tovább. Aztán tegnap előtt talán jött a bomba, és robbant a bomba, hogy hát az ügyvédek szóltak, hogy kifizetések sem lehetnek, mivel egy
zárt körű hedge fund, DAO-s, akármibe akarunk átmenni, és a licenszelése ennek az egésznek így kezdődött el, és ezen dolgoznak, és a licenszelése ennek az egyszerűbb. Mi érdekes, mert tavaly júniustól már akartunk ebbe átmenni, és hogyha ez az egyszerűbb, ami most már lassan másfél év, vagy ki tudja mióta megy, akkor bele sem mele gondolni, hogy milyen az, amikor bárki kívülről majd be tud szállni, és nem annyira zárt körül lesz, hiszen Jeremy elmondta azt, hogy majd szeptember követően, vagy amikor át tudunk lépni erre az új fázisba, két év múlva, vagy x idő múlva majd átmenek egy olyan formába, amikor már nem zárt körül lesz, és bárki tud ismét majd csatlakozni és regisztrálni. Ugye erről is volt szó, hogy már soha többet, soha senki nem fog tudni csatlakozni, de mindegy, ilyen apróságokkal ne foglalkozunk. És ha meg lesz most egy kötőjel 6 hónapon belül ez az új üzletforma, fogalmazzunk így, akkor utána kezdik el az ügyvédek ezt az egész dolgot tovább vinni, és az a cél, hogy újra csatlakozhassanak mások is a Daisy zárt körű hedge fundba. Nagyon sokat gondolkodtam ezen az egészen, hogy a kifizetéseknek a lehúzása, ami most megtörtént, ezt most hogyan értelmezzem, és igazából nem is feltétlenül magával a ténnyel van probléma, hogy nem lehet most majd 1-2-3-5 akárhány hónapig kikérni pénzt, hanem azzal, hogyha mi óriási cégeket, óriási pénzkeresési lehetőségeket akarunk rengeteg embernek biztosítani, és ezt mind legálisan akarjuk csinálni, és van 4 hónapunk arra, hogy egy ilyen crowdfunding lezárásra felkészüljünk, és valószínűleg nem csak 4 hónapot, hanem ennél több. Akkor hogy a francba történhet az meg, hogy a kedves ügyvédek most szólnak, hogy hoppá, nem lehet kikérni semmit sem. Illetve ez nem teljesen igaz, hogy nem lehet mindent kikérni, hiszen a különböző poolokból a jutalékokat ki lehet kérni. Most ezzel az a problémám megint, hogy akkor most vagy senki ne kaphasson semmit, vagy akkor mindenki. Tehát az, hogy kitalálunk dolgokat, hogy a csapatépítők megint jól járnak, a többieknek meg ez van, ezt kell szeretni, lépjék ki, vagy maradjál. Ezt nem tudom teljes mértékben úgy értékelni, hogy az pozitív legyen. És az egészen az a bajom, hogy ilyen nem fordulhat elő. Hol voltak az ügyvédek eddig? Nem hiszem el, hogy egyetlen egy zoomját sem nézték meg a Jeremynek, ahol többször elmondta, hogy nagyszerű lesz az egész, mert befizetni nem lehet, viszont a kifizetések folytatódnak, és hétről hétre ki lehet venni a pénzt. És értem, és teljesen jó az, hogy Jeremy országvilág előtt mondta, hogy nem tökéletesek, senki sem várja, hogy tökéletesek legyenek, de azért ez egy akkora volumenű hír, ami azért jelentősen megváltoztatja egy-egy embernek a stratégiát, és értem, hogy a big picture-t kell nézni, meg óriási víziókat valósítunk meg apróságokkal nem foglalkozunk, de meg kellene érteni azt, hogyha tényleg az ászlónkra azt tűztük ki, hogy a kisembernek is segítünk, és senkit sem hagyunk hátra. A kisembernek nincsen végtelen pénze, amit be tud fektetni, és sokszor azt csinálja, hogy amit az egyik üzlet megtermel, annak egy részét, annak a profitnak egy részét, vagy a teljes profitját átrakja egy másikba, és így próbál egyről a kettőre haladni. Egyébként itt az ügyvédes videóban Ilja referált erre, hogy azt mondja, hogy nem érti, hogy miért ezt csinálják az emberek, így nem lehet vagyont építeni szerintem, de meg kell érteni azt, hogy akár az embereknek a pénzügyi oktatottsága, a tapasztalata, az ezt sugallja. Nincsenek pénzügyileg képzett emberek, vagy nem sok van a Daisy közösségben, vagy akár Magyarországon, hogy ilyen kockázati tőke befektetőként tudjon működni, és a jó döntéseket tudja meghozni, hanem azt látja, hogy nekem van ennyi, ez nem elég, próbálom meghúzni a nadrágszíjat, és szeretnék egyről a kettőre jutni. Amit meg kellene becsülni, és amit értékelni kellene, hogy az emberek szeretnének többet, jobbat élni. És értem én, hogy úgy nevezzük az embereket, akik nem építenek üzletet, hogy lusták, és csak berakják a pénzt, és szeretnének még többet realizálni. De meg kellene érteni az, hogy addig, amíg az a 250 ezer iroda, ami mondjuk 40, max. 50 ezer ember, valós embert képvisel, ezeknek az 5% aki épít az üzletet, és nem mindig ennek az 5%-nak kellene kedvezni. Természetesen megértem, miért vannak így a dolgok, de
valahogy az egyensúlyt egy kicsit jobban kellene meghatározni, és nem csak azt mondani, hogy aki passzív, az így járt, aki épít hálózatot, az meg király, és mindenféle dologban részesül. Nem annyira tudom átérezni azt a dolgot, hogyha azt mondja Jeremy, hogy ők mindent megcsináltak, amit megígértek, vagy Mandela effektusban szenvedek, vagy nem tudom, de én egy kicsit máshogy emlékszek egy csomó dologra, amiről volt szó, hogy majd lesz, és nem valósult meg. Természetesen nincs még vége az egésznek, és az utolsó akkordot még nem játszotta le a zenekar, de azért nagyon sok minden van, amit leszögeztünk, hogy új dologba nem kezdünk addig, míg a régiek nem működnek. Ez ment egy darabig, aztán már nem ment, és már nem fontos, és senki sem beszél róla. És nincs ezzel semmi baj, hogy új bevételi források után néznek, és próbálnak több bevételi forrást biztosítani az embereknek, hiszen ahogy az angol mondja, hogy egy kosárba nem rakjuk az összes tojásunkat, hiszen hogyha azzal valamit történik, akkor az összes összetörik. De meg kellene próbálni egy kicsit a kis ember, a kis befektető fejével is gondolkodni, hogy nagyon sok ember van, aki all-innal, óriási kockázattal kezdett bele a Daisybe. Hallottam emberekről, akik annyira sok pénzt raktak bele, hogy gyakorlatilag kenyéren és vízen élnek, kicsit túlozva, akik hitelt vettek fel, ami természetesen nem jó ötlet alapból, viszont az, hogy ezt a kikérést megszüntettük, és értem, hogy jogilag van akadálya, és nem döntés volt ez, hanem kényszer volt ez, de akkor is ilyen dolgokat egy kicsit tüzetesebben kellett volna megvizsgálni, és hogyha ilyen feltételek vannak, akkor a Daisy esemény, vagy a dubai esemény előtt megmondani, hogy gyerekek, ez az utolsó dátum, amikor még kivehettek, ettől kezdve lett, hogy 1-6 hónapig nem fog tudni kivenni senki pénzt, hogyha ki akarod venni, mert kell az élethez, hitelhez, akármihez, akkor ez alapján cselekedjél, és mindjárt kevesebb lett volna a gyanakvás, az összeesküvés elmélet, az exit scam emlegetéstől kezdve minden. Hát ezt olyan szépen meg lehetett volna csinálni, de nem sikerült, és nem az első eset, amikor nem tudnak kommunikációban egy csomó mindent megugrani. Nem tudom, miért nem lehet egy PR-os szakembert fölvenni, aki ezeket a dolgokat frankon le tudná kezelni. És én értem, hogy a legjobb szándékúak Jeremy-ék és olyan lehetőséget akarnak a kis ember elé is tárni, ami az életüket megváltozhatja, és olyan bevételt tudhat generálni, amit nem tudnának elérni sehogy sem másképpen, de ne csodálkozzanak rajta, hogyha exit scam-et emregetnek egyesek, hiszen nem az első eset, hogy ami meg lett beszélve, ki lett jelentve, az aztán hirtelen fel lett rúgva bármilyen oknál fogva is. Én nem tudom, az érzelmek hullámvasútján vagyok, és fogalmam sincs, hogy mit fogok csinálni, és nem is fogom elmondani a 8-a utánig, hogy mit döntök, hiszen nem akarok senkit sem befolyásolni, se pozitív, se negatív irányban. Egyszerűen hihetetlen szar szituációba hoztak nagyon sok ember. Nekem a logika azt mondja, hogyha valaki azért időt, energiát fektet be abba, hogy elveszett fiókokat visszanyerjen, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy ki lehessen venni a tőkét, akkor annak sok értelme nincsen, hogy ebbe időt és energiát fektessünk, hogyha le akarnának lépni. De ettől függetlenül ez a kommunikáció, ez a bejelentés, ez az egész dolog, ez nagyon rosszul jött ki. Nagyon sokan írtatok rám elég ingerülten, egy kisebb mennyiség pedig pont az ellenkezője volt, azt mondta, hogy teljesen jó, hogy jogilag teljesen megfelelőségre törekednek, amivel teljes mértékben egyetértek. De megint ott van az a kommunikáció, amit már nem tudom mióta, egy éve szajkozok. Egy éve nem, talán tavaly június-július magassága óta, hogy ezen kéne fejlődni, hiszen a bizalom főleg olyan közösségben, akit már 1.200.000-szer megszivattak, nagyon hamar el lehet veszteni a bizodalmat, és nagyon nehéz saját maguk ügyét vagy munkáját nehezítik meg azzal, tehát az a csapatépítők munkáját nehezítik meg azzal, hogy a megbízhatóság, az átláthatóság az azért nem olyan jó, mint ahogy azt Jeremy szokta volt mondani. Úgyhogy körülbelül ez az, amit én erről az egészről gondolok, és nagyon sajnálom, hogy ilyen szituációba hozták megint magukat és minket. Nem tudom, hogy
mennyire fogja ez az új üzletet, az augusztusban bejelentendő üzletet befolyásolni. Az biztos, hogyha itt bármi turpisság lenne az egészben, az megint teljesen értelmetlen lenne, hiszen az augusztusi üzletet az biztos, hogy nullára vágná, de az új limitless üzletet is valószínűleg jelentősen csökkenteni vagy lassítaná, hogyha most 1-2-3 hónapon belül nem kezdődnének meg a kifizetések azoknak a fioknak a kifizetésé, akik el akarnak menni és nem akarnak bent maradni már a Daisy-ben. Úgyhogy nekem ez a véleményem, tehát én úgy gondolom, hogy nem beszélhetünk exit scamről, úgy gondolom, hogy továbbra is működni fog a Daisy, remélhetőleg jó százalékokkal, és akkor tényleg a szeptemberi, vagy én szeptemberre számítok, mert villamosmérnökként mindig a legrosszabb esetőségre tervezzük az áramköröket, hogy szeptemberben már egy elég jelentősen kamatos kamattal megnövelt fiók fölött kapjuk vissza a hatalmunkat, fogalmazunk így, és az teljesen jó lesz, hiszen augusztusban, hogyha indul az új üzlet, és az valamelyest olyan lesz, amiért tudok, vagy tudunk lelkesedni, és még marad bizodalmunk, akkor ugye ott lesz pénz, amit vissza lehet esetlegesen forgatni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!